Mivel pénteken egész délelőtt szakadt az eső, ezért itthon voltunk Vírussal, és itt például ilyen betűket rakosgattunk táblára. Aztán délután elmentünk a nővéremmel Pestre, mert ajakfeltöltésre volt időpont. Természetesen Pest felé megint dugó volt az autópályán, úgyhogy eléggé elhúzódott az út, és késtünk is több mint fél órát. Egyébként a szájfeltöltés az egyetlen ilyen beavatkozás, amit én így bevállaltam, mégpedig azért, mert kicsi korom óta nagyon zavart, hogy vékony a szám. A nővérem kezdte, én pedig addig várakoztam az érzéstelenítővel a számon, és kutyáztam egyet, mert nagyon-nagyon cuki kis kutya volt, itt úgy nézett ki, mint egy kis róka. Ugye még így, hogy érzéstelenítővel be van kenve a száj, még így is eléggé kellemetlen, amikor beszúrják a tűt, érezni ugye a tűszúrásokat. Úgyhogy ez a stresszlapta nagyon jól jött, azt szorítottam végig. El is készültünk, aztán indulhattunk is haza. Már sötét volt kint, 6 óra után indultunk el, és 4-8 körül értünk haza. Budapest pedig, mint mindig, csodaszép volt így a fényáradatban. Most még eléggé duzzadt a szám, de majd néhány nap múlva készítek update-et, hogy hogyan alakult.